Mi volt az előző mondat? Már megy? Már megy, megy. Jaj, már nem mindegy. Kiratom a söröket. Nem áll, Benjo. Ja, tudod mi? Na mondta apád, hogy nyugodtan maradjak, nyugodtan csörömpölje. Mondtam hatot. Hatot mondtál, hatot hoztam. Igen? Anyádat nem küldtem sörét. Nem küldtél a sörét. Nem küldtem le anyádat sörét. Én voltam a nagylelkű, aki megkérdezte, hogy kérsz el valamit. Hát és így lett sörét. Igen, köszönöm. Kérsz el valamit. Basz, ez jó. Egyébként táplálékért mentem le a boltba, nem sörét. Táplálék? Egyébként reggel úgy keltem fel, hogy micsoda egy szar nap, de valószínűleg tévedtem már az elején, mert reggel óta egyfolytában röhögök. De nem csak úgy magamtól. Én is röhögtem, amikor megkérdezted, hogy főzök-e kávét. Én, de ahogy is mondta, főzöm. Igen, mert olyan jó lett volna, hogyha nem tudom, mi történt egyébként, hogy végig aludtam az éjszakát, de pisilés nélkül. Én tudom. Pisilés nélkül. Én is tudom. Én küldte ágyba hajnali 11:30-kor. Bizony. Na, itt van az igazság. Már kezdtek megint olyan, nem emlékszek arra, hogy mi történt, vagy mi? Mit tudom én még. Ennyi számítógépjavítástól, amit mint pálinkával fizet neki. Így basszus, mi volt tegnap? Te tényleg, te jöttél oda szólni tegnap este, menjek aludni? Elmentem vécére, de láttam, hogy még mindig ég a villany, bemegyek, azt ott aludt el, és... Ez egy kicsit több információ volt, tényleg, de hát egyszer anya is bejött, és akkor is majdnem aludtam. Arra jó, éve, korábban volt, ez 9 környékén. Igen. Ilyen fél 12. Sex Pistols koncertet néztem. Igen, nagyon jó fajta pálinkát kaptam ajándékba. Na mindegy. Nem is ezt akartam mondani, hanem két dolgot. A köszönöm a befogadást. Tehát mindenki azonnal tudja mindenki, hogy miről van szó. Köszönöm a befogadást. A Pestre mondtam csoportban ezt úgy tudod, hogy aki ilyet ír ki, hogy... Azonnal akit írtál? Nem, hát egyrészt azonnal, tehát legalább másodpercenként kap 400 ezer kommentet. Az összes oltó komment, tehát minden, és a másik fel a kommenteknek, ami a második másodpercben jön, az meg 6 milliárd név. Képcsata? Milyen képcsata? Nem hallottam még ilyenről, hogy képcsata. Nem szoktam nézni a kommenteket, mert túlválasztó, hogy figyelj, legalább... Én is csak néha futom be. Legalább egy poszt alatti kommentek elolvasása igénybe venne úgy 3 évet. Annyi komment van ott, úgyhogy... Ez a köszönöm a befogadást, ez a másik seggének a nyalással érted, hogy... De drasztikusan fogalmaztad meg. A másikat, aki jóvá hagyta a csatlakozást, az egyáltalán... Üntessük fel, hű, de milyen jó hát, nem csak erről van szó. Nehogy levegjem a fokhagymát, mert ez már tele van. Ide kell. Nem csak erről van szó, hanem ha elképzeled, egy totál kommond erre a Facebookot, az semmi más, mint egy könyvtár. Tehát például a C meg hajtó nyitok A könyvtárat, meg B könyvtárat, belépek az A könyvtárba úgy simán, mint Facebook. Ha belépek a B könyvtárba, enter, és már odaírnak, köszönöm a befogadást. Köszönöm a befogadást. Milyen befogadásról van itt szó? Örök befogadták, hogy miért? Igen, nagyon-nagyon. Ez a sok selejtes ember érte, az hát, álszem képmutató. Hozzászólás. A másik, a kapszó. Szerintem te nem töltöd a kamerát, nincs is bekapcsolva a... De megy, csak most anya be fogja kapcsolni a hosszabbítót.
A hosszabbítót. Csak kapcsold be. Ki van kapcsolva a hosszabbító? Benjónak mennyi esze van? Nézem, hogy így... Nem igaz. De. De igaz. Igaz. Micsoda? Mindkettőnktől átvette a pozitívumokat. Lehet így fogalmazni, hogyha... Köszönöm a befogadást. Ha a büdös ládára gondolunk. Ahhoz értett egyébként. Azt mondta, hogy a pozitívumokat. De nem, én a mindkettőnktől átvette részénél a mondatnak, elakadtam. A Leventének is elcseszettül büdös lába van, és valaki azt írta egyszer a kommentbe, ugye látták ezt a... Amikor ez még terasz volt, és ott, ahol éppen főzöl, ami most konyha, meg mit tudom én mi... Most is érzem. A faláda volt, igen, a Leventék olyan rászor, ahol még most is lehet érezni, most már rég elköltözött. Régen? Mikor ment el? Nem olyan rég, na. Októberben. És egyébként is. Miről akartál beszélni? Erről. Köszönöm a befogadást és a caps lock. Tehát amikor valaki, ugye caps lock-kal fogalmazza meg a megmondóját. Sajtókkal. A megmondóját. Igen. A megmondóját neki. Igen. Illetve... Eszembe, nem tudom miért jutott eszembe, mostanában olyan dolgok, lehet, hogy a végnapjaimat élem. Ne beszélj már a községet, légy szíves. Jó, van, de olyan dolgok jutott eszembe, ami általános iskolában, gyerekkoromban tanultam éneket, például mentem ki megrakni a kazánt, vagy begyújtani, nem tudom, és ilyen, hogy apart, a nagy szextet ezzel tanítják a zeneiskolában, apart, ez nagy szext, a gerencséri, az meg a kis szext. Mi? Nagy szex, kis szex. Van T betű a végén. Van, sajnos van. De, ma reggel mi jutott eszembe? Ír bum 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 barna medve, van-e neki éppen táncos kedve? Figyelj, és én úgy élem az életemet, hogy a házban bármelyik részére megyek, a nap bármelyik szakában a fejemben megy, hogy tőjön össze! Hogy van ez? Hogy van a dallama? Ez a vendégfogadó... Én meg annyit hogy fogom... Hogy van már? Mi az osztályom van? Tanítsd benne barna kislány, az, az osztályom nem jövő a dallam! Fog... Maradj már! De ne maradjál! Ha nincs benne barna kislány eladó, tőjön össze ez a vendégfogadó... Na csak meg lett, majdnem beépítem. És ez akármikor évek óta bárhol fürdőszor a mosógépér állok, itt a konyhá, és ez megy a fejembe, és nem értem, hogy miért? Mi az osztályommal, meg már annyit foglalkoztunk az 56-os mindennel is, meg ugye műsor csináltunk, de folyosan 56-os zenék mennek a fejembe. Anya? Igen. Nekem meg nincs sör a fejemben, hát egy sör bontott, van ott elvileg valahol, vagy nem? Hát nem is, hogy a fejembe, nem is a fejembe kell, hogy legyen. Állítólag minden sör bontott. Ez most kihívás? Derül ellen a kihívást, ez habverőnek a... Van ilyenünk, hogy habverő? Nincs habverőnk. Nincs habverőnk, de akkor ez mi? Minek a... Valami robotgépnek a... Benjo, nyitj már ki a sör! Nem? Várjál! Tudod mi a baj az egészszel? Látod azt a mémet a Facebookon, amikor egy uborkával próbálnak ki egy sörösüveget, próbálják tudni az uborkával, majd pedig lecsapodik az egészet. Tudod mi a baj, az a baj, hogy le fogja tiltani a YouTube a filmemet. A dal miatt? Nem. Nem, a család... Nem családbarát, nem... Hirdetőbarát, nem természetbarát, nem környezetbarát. Mert sört iszol. Egyrészt, másrészt van a reg, mert nem mindegy, hogy milyen sört iszol. Mindenki szól sört. Hát, mert te hoztad. Akkor ne igyál sört, mert... Elrakom onnan egy videót. Ne igyál sört, mert az a példát mutatsz, hogy nem szabad sört inni. Jó, akkor meg azért fogják letiltani, mert egyébként az áruházak, érted, plafonig tele vannak sörrel, és minden nap elfogy. A tannásból is elfogy. Az összes szeszesita elfogy minden nap a és nagyon kis áruházakban. Ja, a Pitt, a moderátor, aki ugye küldött ma egy fotót. Nem is tudtam, hogy vegyes boltjuk is van. Na mindegy. Na látod. Most már ezt is tudjuk. Karnásborokról küldött fotót. Na, ott tartottunk. Hogy? Sehol se.
sem, kész, végül. Mit szeretném mondani? Nyugodtan mondjad. Még mindig az, hogy reggel fölkeltem, kinéztem, ugye te mondtad, hogy szakad az eső, én mondtam, hogy nem szakad az eső. Mivel, mi a francban volt ez az esik az eső? Nem, nem esik az eső. Esik az eső. Nem, nem esik az eső. Hát, valami francia filmben, nem a Vissza a Rétre című filmben volt ez? Hú, a fene se tudja. Esik az eső, de akcentussal mondták, ugye? Abba volt és szerintem. Fejezd már be ezt! Hát én nem fejezd be! Csinálok. Tudod mi? Egyébként meg igazad van. Csináld. Csináld. Én is azt csinálok, amit akarok. Nézd, autó. Nem. Sör. Nem is ittam még bele. Nem, melyik film volt? Nézd, autó. Ugye? Volt apa. Elhallod? Vissza a lézre. Esik az eső. Nem, tényleg abba volt. Szerintem abba volt. Egy dolgot áruljál. Nem. Mit főzöl? Ez a rengeteg tésztával, de meg hogy? Mindent főzök. Ami eszembe jut, azt mindent milyen főzöm. Milyen bolognai spagetti lesz? Az mángoldos, lesz. Mángoldos, tejfölös, darált hús. A saját recept. Igen, igen. Túlmosban van? Össze, azt most nem csinálok. Összekeverem. Apának megcsinálom a szokásos csirkecombot. Rendes pürkültnek. Aha. És kész, marad hozzá ebből mi a tésztából. Apa a kedvenc étele, vagy ez máshol? Csiripöri Kobi van. Op, Noki Ubi. Csiripöri Noki van, Kobi Ubi van. Jó, jó, gyerek, jó. Nem, ezt jól mondtam. Ott a pont. Ezt tetszett. Na, oda nyomtam neki a lájkot, tessék. Mi ez egyébként a csirke paprikás, most nem tudom angolul, mert ez valahogy hogy lehet. Hogy van angolul? Chicken paprika. Chicken mi? With noodles and with kovászos bor. Without. Gulasnak hívják a pörköltet. Nem áll, az gulás. Nem, az a gulyás. Az a gulyás. Te tudsz németül, nem én. Németek gulasnak gulás. Hívják. Gulás. A pörkölt, az a gulás. Hát tudom, hogy a csirke paprikás. A gulyás. Azt tudom, hogy angolul a csirke paprikás, az chicken paprika. Micsoda? Chicken paprika. Így hívják. Pepper a paprika, nem? Hát úgy látszik, hogy igen, pepper, de a magyar ételt úgy hívják, hogy chicken paprika. Tényleg az a kóla, amit hoztunk Hollandiából, az Dr. Pepper volt? Nem, az kofola volt. Ja, Hollandiából? A Szlovákiából hozzuk a kofolát, jó? A szlovákok nemzeti eledele a ja, kofola. Kofolát ez. De ez milyen volt? Ez szép, kofolász is. Várjál, kint voltam Csehországban, 90 környékén, rendszerváltás. Hollandiai, és imádom. Tudod, ilyen ízé van, ilyen kanalas orvos. Kint voltam Csehországban, választások voltak. Voltál Csehországban? Václav Havel, meg ilyenek, érted? És szesztilalom volt, azaz, hogy alkoholtilalom a választások miatt, de hogy minek, ezt nem értettem akkor se. De bementünk, bármelyik sörözőbe bementünk, lehetett sört kapni, csak ugye felhígították szódával. Tehát a szesztilalom, mert ugyanis Csehországban annyira szeretik a sört, hogy ott lázadás lenne. Meg ugye nagy sörfőző nemzet. Tehát ott lázadás. Igen, tudom, van egy, Prágában van egy étterem, ahol kell, hogy rendelsz egy sört, akkor kis vonatok hozzák neked ki. Ott még nem jártam. Pedig én minden söröző majd nem tudom, hogy én mind a Prágában az összes sörözőben jártam. Utigra, Kalikha. Ismered a Kultur Geeks-et? Mi az? Az egy csatorna. Ne legyél már azért. Jaj! Szerinted? Eljut eszembe a csatornáról. Elmaradott. Igen, elmaradott vagyok. Te meg előre haladott állapotban vagy. Ez nem volt poén, ugye? Is. Nem volt poén. Anyádat kérdezem, mert ő mindig jó moderátor. Beléptem, hogy ilyen, ugye elkezdtem... De az jó poén volt? Hát ilyen szép nagy fogai vannak. De jó poén volt, hogy előre haladott állapotban? Én meg elmaradok. Aha. Persze, hát ez semmi. Akkor köszönöm, hogy befogadnám. Tény megállapítás volt, nem volt. Ugye elkezdtem programozni, és beleütköztem már egy csomó problémába régebben. Beléptem egy programozó csoportba a Facebookon. Nyilván ott is vannak én egyiket, ott is találkoztam már ilyen, nagyon köszönöm a befogadást. Köszönöm a befogadást! Na, és néztem a posztokat, és hát általános ilyen 20-30 éves emberek írtak posztokat, segítségkérés képpen. És így gondolkodtam, hogy most már kilépek, mert úgy sincs semmi fiatalabb ember itt
aki mondjuk programozik is ugyanolyan tudással rendelkezik, mint én, pár napra rá pedig kiírt egy 14 éves fiú, hogy ő egy játékot készít éppen C-sharp programozási nyelvben is. Te ebből értettél valamit? Elkezdte unni az öregeket a csoportba, mire bejött egy fiatal, és azonos témát vetett fel, mint ami őt érdekli. Na, én vagyok a magyar hangod, Benzsó. Igen, és akkor mindig az a lényeg, hogy nézd, hogy szuper, hogy inkább elmaradok. Mert vannak. Értjük, na, már a papír izgatja a brum-brum-brum-ról. Egyébként a jövedve. Egyszerű nyelvezetem. Az emberi agy minél jobban apa vagyok, öregszik, annál jobban törekszik. Az egyszerű dolog. Ez milyen? Ez rímel. Az emberi agy minél jobban öregszik, annál jobban törekszik. Jaj! Apadba egy költő veszett el. Mondjátok meg, hogy megsóztam a csirkecombot, vagy nem sóztam meg. Elővetted a sótartót, de arra nem járt a sótartó. Tehát, nem sóztam. Nem sóztad meg. Kéne nekünk egy biztonsági kamera ide, és most vissza tudnánk nézni a felvételt. Igen, na, szóval. De nem is biztonsági kamera. De te mondtad ma reggel a poént, hagyjál már, hogy manapság már mindenki YouTube-ozik, és kimész az utcára, mit csinálsz, mint hogy mindenki a kamerát meg a telefonját tartja maga elé, és mindenki egyfolytában a monológot csinálja. Lassan már 95 éves néni kis YouTube-ozni fog meg, de egyébként ott van a kis. Illetve a robotok. Na, Benzsóka, és akkor mi lett a... Na, és és lemaradtunk arról is, hogy én reggel fölkeltem, és azt mondtam, ugye kinéztem, hogy te mondtad, hogy esik az eső, én mondtam, hogy nem esik az eső, kimentem, esett az eső, és azt mondtam, hogy milyen szar nap lesz ez, mert ugye egész nap beleszünk zárva a lakásba. De hát az elején is mondtad. De nem fejeztem be. Nem baj. A színsávnál tartottam. Na, szóval az a lényeg, hogy anya már egyébként konkrétan tud programozni, még azért érti a programozást, mert végig hallgatott egy 45 perces C-sharp. Az, hogy engem befolyásol, az nem azt jelenti, hogy tud programozni. Figyelj, végignézett, meg végig hallgatott egy 45 perces C-sharp programozási órát a Blátiban, és utána megkérdeztem, hogy értette el, hogy mit csináltunk, és értette. Érdeklődve hallgattam. De nem fordultál félre így a fal felé, és horkoltál, vagy valami? Ne, hát érdekelt, hát kódokat írtak le, lehetett szépen nyomon követni. Érdekelt. Na és? If, meg ifez, meg ez, meg ilyesmi. Ifjú. Egyenlő. Egyébként az nem azt jelenti, hogy fiatal. Color prompt, ilyesmi. Color prompt, anyád, közlekedési látás. Így röhögni, hogy... Várjál. Ez süsű a sárkány. Így tudtok röhögni? Böcsepúz nagyon jól röhögni. Elindított kifelé a levegőt, ez fogalak, nagy nyomással. Figyelj, nem jó. Tudj már csöndbe. Így kell. Maradék levegő elkezd pattogni. Várjál, az összes levegő, értem már a lényeget, kihívás. Összes levegő kifúj, veszel egy levegőt. Kikapcsolom gyerekek, összes... ebből nem már. Nem már. Már majdnem jó. Összes levegő kifúj, és utána röhög. Jó? Kihívás. De nem kell kifújni az összes levegőt. Miért nem? Hagyjad menni a gyereket játszódni. Én is megyek. Melyik Leventével már is lehetem? Menjél! Tök furcsa egyébként, Levente... Nem megy. Úgy volt, hogy ilyen 15 éves korában még Lego Star Wars-zal játszottunk, még Lego Indiana Jones-zal. Volt 15 éves Levente, nem átugrott azt az évet? És ezek után... Elkezdte nem szeretni a játékokat, meg nem játszott semmivel, és sose játszott velem semmivel. És most meg egyszerre elkezdett olyan szinten játszani Minecraft-tal, építi az Event Staff raktárat, meg az Event Staff mindent, meg... Igen. Na, anyád ezzel akarta közölni, tehát így... Vége már ennek az ost... Jaj... Os... Na, ostobaságnak. Tudtam, hogy ezt a szót akarod használni, egy ostobaság. Mi van a fedőnek ilyen jó? Maradj már kicsit, én akartam valamit kérdezni. Akartam valamit kérdezni, de büdös vágod, bazd meg. Na jó van. Fejlett így lefolyjon. Lepattan. Arra adjál nekem választ, hogy az miért van,
Egyébként az én gyerekem. Teljes mértékben. Tehát ami... Ebben nem annyira biztos mindenki itt a faluban. Na, szóval igen, mondja. Te most hogy negatív szeretnél lenni. Na nem, csak eszembe jutott, mikor feltették kedvesen a kérdést a busz mellett. Ne csináld ezt, jó? Na szóval igen. Na igen. Hát jó, hát igen, az valójában hogy nagyon kemény volt, oda ment hozzád, de mondd a saját szavaiddal. Mit akartál kérdezni? Nem, ne, én szeretném. Nem, meghagyom ezt rejtének. Na, te mit akartál mondani? Hát most már előadom ezt, amit te felvetettél, mert ugye félre fogják érteni. Ja, igen, jó, de szerintem van már videó, amiben ez elhangzik. Nem baj, most már felvetetted, saját szavaiddal derül. Te élményed. Álltam a buszmegállóba, mentem munkába, odajött hozzám egy helyi asszonka, és megkérdezte, hogy te egyébként, hát minden gátlás nélkül, hát hogy kérdezzem már meg, hogy egyébként ti a bugával hogy vagytok? Ti egyébként házasok vagytok? És egyébként a gyerekek tőle vannak? És így néztem, na, tessék! Mit kérdeztél? Mennyit diózhattak rajta otthon? Hát kész. Padlóra kerül. Én mondom, hogy bogarakkal vagyunk körbevéve. Teljesen. Sötét bogarak. Na, inkább mondja, hogy persze. Mit akartál reggel, de elhatároztad, hogy milyen szar napunk igen. lesz. Igen. Nem elhatároztam, hogy milyen szar napunk lesz, hanem ahogy fölébredtem, ugye te mondtad, hogy szakad az eső, és én jöttem a kávét, főztem itt nagy elánnal, főztem le a kávét, mert te ugye nem voltál hajlandó, mert miért is lettél volna hajlandó, egy kicsit is hagyni engem aludni. Ugye pattanjam ki az én nem főzök kávét, ne arra, hogy minden egyebet utána én csinálom. Tudom, nem azért mondtam, na. Csak úgy reggel, mit is mondtam, hogy oda is bögtem egy kicsit, de buzi vagy te. Meg ilyenek, hogy... És azt láttam, hogy nem esett jól, hogy azt mondtam. Na mindegy. És kinéztem az ablakon. Ha bármelyiket el mered ejteni. Kiviszem. De én nem mehetek utána? Elhatároztam. Nem határoztam el. Nem a hár. Fogadjuk, hogy a kukába raktam. Igen. Kitaláltam, ennyi. Kise kellett mennem, érted? Ahogy nevettél, abból kitaláltam, hogy anyád mit csinál. Ez jelenti azt, hogy 21 éve vagyunk házasok. Tényleg, nem 22? Hát nem. Mert hány éve vagyunk házasok? Számolt ki. Hát valami 21, nem? Vagy 21-22. 20 már elmúlt, nem? Tudod, hogy a számokban te vagy jó, nem én. Én már vagyok jó. Hozd már vissza. Mi te vagy jó? Tessék, itt van. Ugye nem raktál bele semmit? Mert ez mi? Ha? Engem nem zavar. Én raktam a földre. Jó. Mit akartunk mondani? Hol tartottunk? Te sem Minecraftozol a lelentével. Menjél Minecraftozni a lelentével. Nem igaz. Reggel azt gondoltad, hogy olyan szóval lesz ma. Igen, ezen az ablakon itt kinéztem, mondom, teljesen korra, annyira jó idő van, kellene, meleg, erre fel, kimegyek, szakad az eső. Na mondom, ezt ennyire dinka vagyok, hogy az ablakon kinézek és nem látom, nem hallom, hogy csöpög az eső vagy. Nem, tudod mi volt az, hogy megyek ugye, tüzet rakni, és Levente, amit csinált azt a fedett részt, azon nagyon lehet hallani. Ezt megeszem, ami érdekel, éhes vagyok. Mint a kínai zacskós levest főzés nélkül? Igen. Csokit, apa! Tudod, volt egy ötletem, hogy kirakom a falamra a csokit, amit a... Túlélő csokit, túlélő. Túlélő. Vészszükséges, vagy vészszükséges. Van egy ló, amelyik túlélő. Ezt mi lett már az esővel? Mondja, de nem is esik. Kit érdekel, hogy esik, nem esik az eső. Egyik az eső. Köszönöm a befogadást. Caps lock. Ennyi. Kapcsolt ki. Nem kapcsolt ki. Fogadj, hogy nem fogod kikapcsolni. Hát dehogy nem.